Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Hajnali párbeszéd. Uram, mit szeretnél mond? Azt, hogy a világ ne olyan legyen, amilyennek én látom. Miért hallgatsz? Ez nem az én dolgom, fiam. Megjelent Bobori Zoltán ima verskönyve. És a hajnali párbeszéd verset olvastam fel. És köszöntöm Bobori Zoltánt a stúdióban, szervusz. Szervusz, köszöntöm a nézőket. Hát igen, örömmel. Ez a mi dolgunk valóban, hogy olyan legyen a világ, amilyennek mi szeretnénk, és azt gondolom, hogy a te pályafutásod az valóban olyan, amilyennek szeretted volna, és amilyennek mi megértük. Kívülállóként, barátként, tisztelőként, irodalomkedvelőként, emberként, ahogy tetszik. És amikor ezt a verset olvasom, akkor, és ezeket a verseket, akkor nekem tisztelettel kell adóznom egy lehajtott fejjel Papné Orsi néni előtt. Hiszen ő volt az, aki ha úgy tetszik, a kezedbe adta azt a bizonyos tollat. Igen, Otti néni. Otti néni, igen. Az egyik magyar tanárnőm, aki megszerettette velem a versmondást általános iskolás gyerekként. És nagyon hálás vagyok neki, mert azok az élmények, amiket én így diák versmondóként átéltem, azok elvittek erre az útra végérvényesen. Előbb a versmondás, az előadó művészet, aztán a versírás, az írás felé. És ha valaki kérdezi tőlem, hogy van-e még valami az életemből, akkor azt mondom, hogy teljes életet sikerült élnem. Ennek is köszönhetően, meg hát sok egyébnek természetesen. Van egy másik fontos dátum a tarsolyunkban. 1963. 55 esztendővel ezelőtt nyertél két verseddel is a Helikon. 55 éve, Uramisten, mondaná Szamolca barátunk. Hát igen. Ezek ilyen kis diákori próbálkozások voltak. Nagyon kedves, két nagyon kedves vers, amit én örökké szívesen emlegetek, és szívesen idézgetek is magamban, és hát természetesen 16 évesen az ember miről írhat másról verset, mint a halálról és az elmúlásról. De aztán én nem nagyon éreztem szükségét annak, hogy én nekem ez feladatom lenne, vagy ezzel hozzá tudok járulni mondjuk az életünkhöz, ami aztán később az emberbe kialakul, hogy mi az, amit tenni kell, tenni lehet és tenni illik. De hát úgy hozta a sors, hogy odáig jutottam, hogy most megjelenhetett ez a kis könyv. Előtte egy kicsit beszélgessünk ám arról, hogy jó ideig aztán nem írtál verset. Ugye az irodalomszervező munkásságod mindenki előtt közismert. Nemrégiben mutattuk be Vörös Marti Társaságban. Én azt gondolom, hogy ez egy kortörténeti dokumentum, amikor Illyés Gyula verset mondasz a Bazilikában. 1988-at írtunk, tehát bőségesen a rendszerváltás előtt, mármint abban az értelemben, ahogy ez megvalósult, nyögvenyelősen, nehezen. De hát a méltósághoz idő kell, mint tudjuk. Aztán Szent István művelődési házigazgatósága és látókör, sok-sok mindent tettél, és mégsem írtál. Aztán jött egy pillanat, és erre vissza kell, hogy térjünk, az a bizonyos szégyenteljes kettős népszavazás, ami megint megszülte benned, illetve megerősítette, hogy igenis ezt meg kell írnod. De ez egy nagyon érdekes dolog, megmagyarázhatatlan. Ugyanúgy, mint az, hogyha az embert megkérdezik, hogy mi a költészet. Most Madár János állított össze egy nagyszerű könyvet ezzel a kérdéssel, hogy mi a költészet. 96 magyar írót, költőt, írót kérdezett meg, és a végső tanulság ennek az egésznek az, hogy szinte megfogalmazhatatlan. És ez a 96 író ember mindenki mást mondott. Én azt hiszem, hogy annak van igaza, azt hiszem, hogy Ambrus Lajos Korondi barátom írta azt, hogy az ihlet az a Jóisten szándéka szerint való dolog, és a Jóisten fölhatalmazása arra, hogy írjunk.
Én tényleg úgy éreztem, hogy nekem ez nem feladatom és nem dolgom, de aztán hát jött az a bizonyos szégyenletes dolog, és akkor ezt nem lehet elmondani, hogy miért, tudod, egyszer csak az ember megszületik egy gondolat, leírja, aztán egyszer csak lesz belőle egy vers, tehát tényleg így van, hogy a Jóisten szándéka. Én közben arra figyeltem meg, hogy jószerivel minden fontos dátum a tiéd. Tehát azt mondjuk, hogy második világháború, Ulivi áttörés, az a tiéd, Requiem a Don hőseiért, aztán igen, Ének a Don hőseiért, Requiem egy hadseregért, csak hogy pontos legyek, Farkas szélben, aztán a tiéd 56, tiéd a rendszerváltás. És egy jó ideig, ugye, mint mondtam, irodalom szervezőként. És ezt ráadásul elismerték egyéb iránt, mert hogy itt csak így felírtam magamnak, hogy Székesfehérvár érdi, Horthy Miklós emlékérem, Székesfehérvár és Fejér megye díszpolgára, Fejér megye díszpolgára előbb voltál, aztán Pro Civitate, Prima díj, Magyar Érdem, Lovakkereszt, Jósika Miklós díj 2016-ban, ugye, mint tudjuk, tehát ez mind-mind meg annyi fontos pillanat az életedben, ami először nem az íráshoz kötődött, legfeljebb szerkesztői oldalról, viszont utána jöttek a könyvek. Kátyuk között az úton, a hetvenkedők, a damaszkuszi úton, értékeink vonzásában, tenyeremből hóhul, parázs a zavarban, lelkek és göröngyök, elárvult csillagképek, háború, háború eskük. No, és azt gondolom, most pedig itt vagyunk a ima. Mi szülte ezt a kötetet? Tulajdonképpen az előző kérdésedre adandó és adható választ folytatom. Arról nincs szó, hogy az ember istenes verset akar írni. Legalábbis az én esetemben erre nincs szó. Hanem ez a bizonyos ihletett pillanat, ami, hát még egyszer mondom, ezek szerint a Jóisten szándéka az embernek, egy-egy gondolatot, ami megszületett benne, vagy megfogalmazódott bennem, azt az ember kifejti, leírja, születik egy vers, amiről az a titokzatosság derül ki, hogy ez egy istenes vers. És hogyha az ember úgy érzi, hogy a Jóisten valóban benne él az emberben, akkor ez különösen megerősíti azt, hogy hát ez egy istenes vers. Most készülök egy könyvemutatóra, és megkaptam a kérdéseket, hogy mit fognak tőlem kérdezni, többek között azt, hogy miből ered az én Isten hitem, amit én szintén nem nagyon tudok konkrétan megfogalmazni, inkább azzal, hogy amióta az eszemet tudom, és az első ilyen szellemi kinyílás, vagy lelki-szellemi kinyílás óta, azóta én mindent magamban, ami történik, jó, azt megköszönök a Jóistennek. Kezdve azzal, hogy én egész életemben, fiatal korom óta egész életemben hálát adok a Jóistennek magamban, leírva, kinyilatkoztatva, hogy a szüleim, amikor menekültek, menekülésből, tehát a passzai menekültáborból jöttek haza, akkor az első szándékuk az volt, hogy Bécsben állnak meg a rokonaimnál, és hogy ott fogok én születni. De aztán úgy döntöttek, hogy átjönnek a határon, és a magyar határtól néhány kilométerre, Rumban, ahol a nagyszüleim éltek, ott születtem meg. Na most én amióta az eszemet tudom, és ezt elmondhattam, leírhattam, kinyilatkoztathattam, akkor mindig azt mondtam, hogy én hálás vagyok a Jóistennek azért, hogy én magyarul tanultam meg a legfontosabb szavakat, hogy anya, szeretlek, haza, és így tovább. És amikor fölteszik nekem azt a kérdést, hogy mi alapozta meg, mitől van nekem ez az Isten hitem, ez sajátos Isten hit, én ebben egészen biztos vagyok, mint ahogy minden ember Isten hite, és itt nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, még a nem Isten hívő embernek is valami kell, hogy legyen a lelkében, a tudatában, amit ő nem ért.
És ilyenkor jutunk el addig a válaszig, a kérdésre a válaszig, hogy hát Istennek akkor valakinek, valaminek létezni kell, aki irányítja, aki irányította azt, hogy a szüleimet, hogy hazajöjjenek, irányította az én egész életemet, és azt is, hogy én tudatában voltam annak egész életemben, hogy minden, ami számomra sikerült az életben, azt két segítséggel kaptam meg. Az egyik az egy transzcendens, meghatározhatatlan segítség, ez a Jóisten, a másik pedig azok a családom, akiktől mindent megkaptam ahhoz, hogy én az életemet úgy éljem, hogy most azt mondhatom, hogy teljes életet élhettem. Tehát Isten, haza, család. Isten, ez család, pontosan haza. Pontosan így van. No, mielőtt folytatjuk, ez egy remek végszó volt, akkor egy verset kérek tőled. Sem hold, sem nap, sem a csillagaink. Elbitangolt tisztességünk helyén, felkent zsoldos gyűlölet dübörög. Lányaink lekapart méhfalának jajjai kínoznak álmainkban. Sem hold, sem nap, sem a csillagaink nem költenek bennünk énekeket. Útjainkon háló, csapda, verem, járásunk legyengült bujdosóké. Apánk rögben megbúvó szemében nem látjuk már őrtüzeink fényét. Egymás kezéig adj erőt, Uram, körbefogni maradék erdeinket. Most igen, itt az érzelmi, gondolati, emberi mélységek és magasságok egyként megjelennek. Hát itt az aggódás, azt hiszem, a nemzet sorsáért, a sorsunkért, a jövőnkért. Adj erőt, Uram! Tehát ez is egyfajta ima. Imádkozni sok mindenért szoktunk, kell is, nem vitás, de azt hiszem, hogy az alapvetéseket a sokszólomúság jegyében, ha úgy tetszik, az adja meg, amit érzünk mi a családunk iránt, az otthonunk iránt, és az a 93.000 négyzetkilométer most kinek mennyire fontos, illetve azon túl. Mert hogy kell, hogy beszéljünk arról is, hogy te vagy az ászlóvivője, és voltál, és leszel is a határon túli irodalom napjainak. Itt ez csak egy jelzőszerkezet, semmivel sem több, de aki ismeri a történetét, és ismeri azt a bensőséges kapcsolatot, ami téged összefűz azokkal a barátainkkal, akik sajnos már nem lehetnek itt egy országban velünk, viszont magyarságukat ugyanúgy őrzik, nemzeti identitásukat nem különben, azt hiszem, hogy ez fontos. És most én megkockáztatom, soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy ez megerősítessék. Így van, Lajos. És akkor mindig visszakanyarodunk, hogy vajon mitől volt nekem ez a szándékom, volt az erő, mert azért ezt gondolhatod, hogy ehhez azért elég komoly elszántság és erő kellett, hiszen ez a kapcsolat a határon túli magyar írókkal még abban a korban és abban az időben született meg, amikor olyan nagyon nem lehetett, nem is beszéltünk erről. Azt nem mondom, hogy bátorság volt, de valamennyi elszántság nyilvánvalóan kellett hozzá. De hát ezt az ember hogy kapja? Hogy mitől? Mitől? Tehát a hitből fakad értelemszerűen. Hát világos dolog. Persze sokféle hit lehetséges, tudod. A másik pedig a hazába való hit, az embernek a jövőbe vetett hite, ami megfogalmazódik, megtestesül egy ilyen barátságban, mint a határon túli magyar írókkal való kapcsolatunk és barátság. Én erre nagyon büszke vagyok, és tudod, ilyenkor az ember mit tud mást mondani, mint azt, hogy hálás vagyok a Jóistennek, hogy ez megadatott nekem. Honnét jön a gondolat azon túl, hogy így gyűjtsd csokorba ezeket? Mert hogy én azt gondolom, hogy itt lapozgatom, hiszen átolvastam már, és akkor most még mielőtt erre válaszolnál, akkor én jövök egy verssel. Megváltó született.
Védője áldott világából, békéből, csendből, súlytalan testmelegségből érkezett véres nyálkásan. A fény elvakította, Istentől elhagyottan sírt, szájában remegett pici nyelve, parányi keze ökölbe szorult. Aztán ismeretlen, ormótlan kezek fölemelték, megtudta, mi a fájdalom, s mi majd halálig félni. Tisztára mosták és idegen fehérségbe öltöztették, úgy vitték hideg, súlyos fényben édesanyjához. Meghallotta szíveverését, érezte teste melegét, illatát, s mikor melléhez emelte, mintha teremtő istene szállt volna le. Anya szemében felragyogtak a csillagok, újabb egyén át érezte, amit mind a földi boldogok. Anya vagyok, Istenem, megszületett a megváltó, az én megváltóm. Rengeteg kapcsolódási pont van ebben a versben is. A mindenséghez, ahogy mi, én azt gondolom, jó szándékú emberek, köznapi, de jó szándékú emberek elképzeljük a világot. Hát én azt hiszem, hogy az emberiség egyik legnagyobb misztériuma ennek a megváltónak a születése, ami hát azt hiszem, hogy az emberiség sorsában, az életünkben, a világ alakulásában hihetetlen nagy szereppel bír, és hihetetlen nagy szerepet játszott. Na most, ha valaki gyerekkorától kezdve ebben él és közel kerül ehhez a megváltó születéséhez, akkor az például egyszer csak megjelenik akkor, amikor én kiültem a verandámra, ez nagyon gyakori, amikor csak tehetem, kiülök a verandámra esténként, és kezembe került egy festmény, egy olajfestmény, egy vasmegyei nagyszerű festőművész Jaksa István készítette, és ott a pásztorok között, az állatok között, az jászolban a kis Jézus a szüleivel, és egy fantasztikus festély bravúr, minthogyha egy fénysugár világítaná meg ezt a kis tedet, ezt a kis aprócska kis testet. És ez ott, ahogy ültem kint a verandámon, és később aztán rájöttem, hogy miből eredt a dolog, mert nem sokkal előtte a szülőföldemen jártam Rumban, és azokat az emlékeket idéztem föl, akkor éppen többek között ezt a Jaksa István, többek között ezt a képet, és hát ott a pár perc múlva azt éreztem, hogy én nekem ezt valahogy le kell írnom. Így született ez a vers, amit tényleg nagyon szeretek. Márpedig még most is van egy rész, és sajnos egyre többen vannak, nem mint a különösebben érdekelne például engem, akik azt mondják, hogy ez egy ósdi avitt szemléletmód, amit már meghaladott az idő, és haladni kell a korral, a 21. században élünk, nem sorolom tovább. Majd megkérdezném tőlük, hogy az életük utolsó pillanatában miért mondják akkor azt, hogy Istenem, Istenem? Nekem volt egy nagybátyám, egy fantasztikus nagy tudású és egy hihetetlen nagy lélekkel bíró ember, akitől én gyerekkoromban még ugyancsak elsősorban csak leveleken keresztül, de hihetetlen mi mindent tanultam. Ő volt az, aki nekem leírta, első világháborúban harcolt, és rettenetes dolgokon mentek keresztül, és nekem leírta azt, hogy a haldoklónak az utolsó szava az akármelyiknek, vagy akárkinek, hogy anya, anya, Istenem, Istenem. Most láttuk Búrján Zsigának a könyv, vagy a filmjét, hát ott is szó volt erről, hogy a haldokló az a Jóistenhez fohászkodik, ha hívő ember volt, ha nem. Tehát én megkérdezném azért ennek a véleménynek a képviselőt, hogy mit fog mondani élete utolsó pillanatában. Gondol-e arra? Bizonyosan. Nos, jöjjön egy újabb vers. Megtestesítés. Uram,
szeretnék odabújni hozzád. Test a testhez. Érezni tested melegében mindenki bőr, vér, hús illatát, akihez szeretetben odabújhattam. Simogass meg, Uram! Add meg, hogy kezem kezedbe fogadod, fogd úgy, ahogy anyám tette éltében, és fogja holtában, holtunkban is örökre. Hadd nézzek a szemedbe, Uram! Tudom a végtelent, az örökké valót láthatom benne, reményt, hogy elérlek, hát ne tagadd meg, kérlek. Szólj, mikor szólok hozzád, hív, ha elfordulok tőled, ha lenne hűtlenségem, erősíts inkább, ne büntess, renges meg hazugságomban, Uram. Várom, hogy mozduljon kezed felém, aki leborulok lábad elé, a szeretetedért, a békéért, megbocsátani mindenkinek, és magamnak, Uram, legyen meg a mi akaratunk. Mélyreható gondolatsor. És én azt gondolom, hogy tekintve, hogy tudom, hogy milyen sok dolgod van. Csak így lehet. Ugyanis a határon túliról beszéltünk, a disputák sorozata a Fanta Villában, a Vörös Marti Társaság, a könyvét, a költészet napja, a magyar szép próza napja, az árus, az a múltban, most a vár, a láncos szegfű, nem sorolom. Ez mind-mind meg annyi teljes embert, egész embert kíván, kínál lehetőséget arra, hogy elmerülj, elmélyülj benne, tehát 24 órás embert elvileg. Aztán mégis itt van, hogy egyre inkább, ahogy a Damaszkuszi úton kötet megjelenésekor is elmondtam, ugye ez egy példaértékű, az megint egy olyan történet Saulról egy kicsit 21. században beszélni, ami tehát leborulásra készít bennünket. És akkor most itt van az éma nekünk. Ennyi meg annyi munka mellett. Lajos, először is, tehát én nem nekem nem jutott eszembe az, hogy én összeszedjem az istenes verseimet, mert hát azért ebből érződik az, hogy egy ember lelkületének a lenyomatai, de többen mondták nekem, különösen az Ima című versem megjelenése után, vagy amikor ez úgy elterjedt a közéletben, nekem többen mondták, hogy miért nem szedem össze ezeket a verseimet, és aztán még először meg is ijedtem, hogy hát annyi nincs, de aztán elkezdtünk utána nézni, és hát össze tudott állni ez a kis kötet, amit a Tóth Adrien álmodott meg, és ő tervezett, és ilyen nagyon szép kis könyv lehetett belőle. Nos, akkor éljövök. Végül talán. Egyáltalán nem végszónak szánom. Kibogozhatatlan, kegyetlen csomóba gabajodtak bennem indulatok, szeretet, ideák, büszkeség, áldozat és mártírság, szenvedés, féltés, hála, hittelen órák vacogása, közönyös fakó kérdések, tisztító, felrázó félelem és pörölyös gyávaság, vigyorgó, kínos hallgatás, gyűlölet, bántás, fájdalom, bűnhődés, rágódás, halálon, könyörgés megoldás után, ami elvezett talán szavadhoz, mozdulatodhoz, s végre, ahogy kibomlik a bog, áradni kezd bennem a béke. Hát igen, tudod, talán mondtam már, hogy melyik embernek, vagy kinek nincsenek az életében hatalmas gödrök. És én neked mondhatom azt, hogy nagyon-nagyon változatos életem volt, végig szinte a felnőtté válásomtól nagy-nagy fájdalmakkal, csalódásokkal, és mindig volt bennem annyi erő valamitől, vagy valami miatt, hogy most már elmondhatom, hogy ezeken én mindig túl tudtam lépni úgy, hogy talán azt is mondhatom, hogy tanulsággal szolgáltak, és mindig valahonnan volt annyi erőm, hogy újra kezdjek valamit.
Tehát talán már neked is mondtam egyszer, hogy amikor a Szent István művelődési ház udvarán a Gyóni Géza szobrot avattuk, akkor odajött egy ismerősöm, és azt mondta nekem, hogy hogy a fenébe van, hogy te neked minden sikerül. Akkor kezdtem el ezen gondolkodni, hogy hát tényleg, hát amiben belefogtam, most ezt nehogy bárki is dicsekvésnek vegye, de amiben belefogtam, és sokszor, ami reménytelennek látszott, vagy nem hittek emberek, még a közelemben lévő emberek sem, hogy az sikerülni fog, tulajdonképpen minden sikerült. És megint csak azt mondhatom, hogy nyilván, hogy az ember csak a Jóistennek tud hálát mondani azért, hogy újra volt kedvem, újra volt erőm, újra megtaláltam a lehetőséget. Hát persze, hogy az ember ilyenkor este, hogyha lefekszik, akkor azt mondja, hogy hát Istenem, hát köszönöm neked. És hát el ne felejtsem, hogy mit adott nekem még a Jóisten. Az, hogy van 4 fantasztikus unokám. Igen. Fantasztikus unokám, és hadd mondjam el, ez tényleg hozzátartozik az egész gondolatsorhoz. Ültünk kint a verandán, és az egyik unokám így a tenyerébe fújt, így fölfelé, és aztán így ide tette az ujját, kis ujját az arcához. És kérdeztük tőle, hogy mit csinálsz? És azt mondta, hogy nem sokkal előtte halt meg a déd nagymama, és azt mondta, hogy puszit küldtem a dédinek, és már vissza is jött. Hát milyen pillanat ez? Nem? Valami fantasztikus. Tehát az ember olyan közel kerül ahhoz, ami benne él, mert tehát a Jóisten bennünk él, és azt hiszem, hogy ez a hitünknek az alapja, hogy azt tudnunk kell, és el kell fogadnunk, hogy a Jóisten bennünk él. Azt mondta Tornyai atya vasárnap a prédikációjában, hogy önneki többen mondják, hogy bizonyítsd már be, hogy van Isten. És azt mondta az atya, hát mindjárt ismerjük, és azt mondta az atya, hogy én nem tudom bebizonyítani, nekem nincsenek képességeim ehhez, de nem is ez az én dolgom. A Jóisten bennünk él. Legyen az hívő ember, vagy hitetlen ember. Bennünk él a Jóisten, és ő majd eldönti, hogy mi mit fogadunk meg tőle, hogyan viszonyulunk hozzá, vagy éppen, hogy bántjuk meg őt, hogy aztán megbocsásson. Ámen. Így legyen, és búcsúzunk egy verssel. Szerzsény Gyula barátomnak írtam egy verset, Ember vagy Isten. Megszégyenült barátságok után járok, szomorú, tövises bokrokkal övezett út. Néha fölöttem meg-meg csillan, villan a nap, ahogy a szél szétnyitja előtte az ágakat. Mintha a bokrok között járna valaki, jó lenne hinni, hogy igaz, s elém ér majd, sorolni kezdi mindazt, amit odahagytunk, hálátlan, és vagy kevélyen, és most szegényedve. Elbitangolt barátságok, elége az út, és aki most itt jön mellettem sejtelmesen, lába alatt recsenő ágak hangját hallom, megvárja-e a végsőt, csak a szégyene marad. Köröttünk színes, küldönc madarak röpködnek, énekük átmetszi elvesző sóhajainkat. Észre sem vesszük, virágok közé értünk, valaki megfogja kezünk, ember vagy Isten. Zolikám, köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket, és elhoztad ezt a gondolatgazdag kötetet nekünk. Kedves nézőink, búcsúzom én is, mégpedig stílszerűen, ha már szóba került Tornyai Gábor plévános atya gondolataival, akinek legalábbis megerősítést jelent, az figyeljen. Nekünk hétköznapiaknak szükségünk van a hangadókra, hogy értsünk, lássunk, ismerjünk, úgy, olyan másként, ahogy és amit ők értenek.
látnak, ismernek. Hogy újra lábnyomok vezessenek le a vízig, két sor egymás mellett haladó lábnyom. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!